125 éve a város szívében. Ez a szlogenje a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház következő évadának, mely három fő pillérre épül. Karinthy Ferenc születésének 100., Petőfi Sándor születésének 200., valamint a színház fennállásának 125. évfordulóját ünnepli a társulat az előadásokkal, köztük egy különlegességgel. Cseke Péter, a színház igazgatója a mai sajtótájékoztatón azt mondta, a Bánkbánt operában sem, de balettben főleg nem láthatta a közönség. Valóban megpróbáltuk mindig úgy gondolkodni, hogy legyen egy estén egy balettet láthasson a közönség, és egy operát is láthasson. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ez valahogy összeérne a kettő, és hát adódott a 125 éves jubileum okán, hogy ez a Bánkbán legyen. A Bánkbán 2022-es debütálása tehát különleges lesz, mivel az operát és a balettet ötvözik a művészek a darabban. A színház fennállásának 125. évfordulója alkalmából az Elizabeth musicallel indít, melynek főszereplője Poyák Lilla vendégszínész lesz. A Kecskeméti akkor Katona József Színház, most már Katona József Nemzeti Színház készen áll egy ilyen produkciónak a bemutatására, alkalmas egy ilyen hatalmas monstrum musicalnek a létrehozására. A tájékoztatón Sipos Imre, a Teátrum prózai tagozatának új vezetője is bemutatkozott. Szeberényi Gyula Tamás pedig az eseményen egyebek mellett a közelgő színház felújításról beszélt. Az alpolgármester úgy fogalmazott, itt vagyunk a felújítás küszöbén. Ez is az önkormányzatra és a színházra is nagyon sok feladatot ró, nagyon sok egyeztetést, nagyon sok lobbizást, amit szintén igyekszünk elvégezni és igazgatóval közösen úgy megoldani, hogy a lehető legjobban ez a elkövetkező 2-3 év, vagy ameddig tart ez a folyamat, a színház kedvelők a lehető legkisebb sérelemmel éljék meg, és utána pedig egy nagyszerű felújított, kibővített színház épületet kaphassanak vissza a kecskemétiek. A színház következő évadában a közönség láthat operettet, színművet, balettet, gyermek és családi előadásokat, vígjátékot, krimit, drámát, komédiát, de lesz egy tárgyalótermi terror esemény is. A részletekről a híres.hu oldalon olvashatnak.